Ezek a fotók 2021. júliusának végén készültek, azokban a napokban, amikor elkezdődött Kállósemjénben egy újabb hiánypótló beruházás. Az új belterületi kerékpárút kapta meg az első aszfaltréteget. Több mint fél év után pedig szerdán már birtokba is vették az elkészült útszakaszt. 417 millió forintos támogatásból valósult meg ez a beruházás. A Top megyei forrás adott erre nekünk lehetőséget. Külön öröm számunkra az, hogy kettő darab gyalogátkerő helyet is sikerült kialakítanunk a beruházás révén, ami az oktatási intézményei megközelítését teszi lehetővé. A fejlesztés növeli a közlekedés biztonságot, hiszen a településen jelentős a teherautóforgalom, a kerékpárosoknak pedig korábban velük egy útszakaszon kellett haladni. Ez az új 2,5 kilométeres kerékpárút egy komplex hálózat része. 66 kilométer hosszon épült kerékpárút, szerintem az országban az egyik legnagyobb hosszúságú kerékpárút hálózatot sikerült kialakítani, még több mint 10 milliárd forintból újultak meg utak a választókerületben. Az ünnepélyes átadáson Dömötör Csaba parlamenti államtitkár is jelen volt, aki arról beszélt, ez a kerékpárút fejlesztés is jól mutatja, hogy minden nehézség ellenére az elmúlt évek a gyarapodásról szóltak. Itt ebben a megyében 2010-ben 17,5%-os volt a munkanélküliség, ez a járvány előtti időszakban már csak 8% volt, és minden reményünk megvan rá, hogy tovább csökkenjen. A beruházások nagyságrendje majdnem megduplázódott, 2020-ban már 254 milliárdot tett ki. A gyarapodás a helyi fejlesztéseken keresztül is tetten érhető. 2,5 kilométernyi gyalog- és kerékpárút épült Kállósemjénben. Több mint 200 millió forintból újultak meg az utak Nagykállón. Közel 1600 négyzetméteres inkubátorház épült az egykori vásártér területén, megújult a nagykállói általános iskola. Az államtitkár még kiemelte, összesen 150 millió forintból tovább folytatódik a kerékpárút hálózat fejlesztése, de több mint 400 millió forintból ökoturisztikai látogatóközpont is épül a Harangodi tó mellett.